Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és most egy újabb Rainbow Six Siege-es videót láthattok. Holnap fog kijönni a Red Crow, elindul a negyedik szezon is a Rainbow-ban, de előtte még leszeretnék tisztázni pár dolgot. Azt se tudom jelenleg, hogy mi lesz a videó címe, de szeretnék beszélni mindenképpen Echo és Hibana gadgetjéről. Na most Echo, ő lesz a védekező, 3 armor és 1 speed, és a gadgetje pedig egy olyan drón lesz, amit ha ledob a földre, akkor a földön tudsz vele menni, mint egy rendes drónnal, viszont amikor megállítod, akkor felrepül a tetőre, és mármint úgy a tetőre, hogy a plafonhoz tapad tulajdonképpen, beleolvad a környezetébe, 90%-osan lesz láthatatlan, úgymond. Szóval nagyon durván nehéz lesz észrevenni, teljesen beleolvad a környezetébe, ilyen kaméleon drón lesz, és azt tudja, hogy amikor irányítod, akkor meg tudsz vele részegíteni támadókat. Ez a megrészegítés hogy is néz ki? Közben láttok a háttérben gameplayt, ami ezt mutatja meg. Szóval úgy néz ki, hogy egy ilyen nagy, mint egy, nem is tudom, egy ilyen buborék így szétlő a drón, és az enemy pedig azt látja, hogy tulajdonképpen nem lát semmit, ilyen foltosan lát, és szellemképesen, és dőlöngél össze-vissza, és tulajdonképpen, mintha valaki nagyon-nagyon durván részeg, ehhez tudnám hasonlítani, bár még nem voltam olyan durván sose részeg, meg egyébként se, és hát így hívták Serenity, meg Macy J, meg Tio, szóval ha ők mondhatják azt, akkor én is, szóval valószínűleg így fogjuk hívni, hogy be van baszva a támadó. És ennek a drónnak végtelen töltete lesz, viszont egyszerre maximum csak hármat tudsz kilőni, azokat sem úgy olyan gyorsasággal, tehát mondjuk olyan gyorsasággal tudod lőni, mint egy pump action shotgun-t. És amikor kilőttél egyet, akkor kezd újra töltődni egy ilyen kicsike kör alul, úgy, mint Twitchnek a drónjánál, és csak ugye Twitchnek a drónjánál azt hiszem 15 töltet van, itt végtelen annyi a különbség. És érdemes már, ahogy leszpónolsz, egyből feldobni a tetőre, mert csak a tetőn tud tölteni, és mondjuk a preparation phase alatt szerintem már kettő ilyen töltet lesz is neked, szóval ez egy nagyon jó trükk, én is csak láttam, nem most mondhatnám, hogy nem magamtól jöttem rá, de nem is jöhetnék rá magamtól, mivel nem játszottam vele. Egyébként nyilván a gameplayből láttam én is, a bemutató gameplayből, aztán nagyon fontos az, hogy amikor téged meglő egy ilyen drón, vagyis hát a drón, mert csak egy van, akkor ne fussál, szerintem. Elmondták, hogy minél gyorsabban futsz, minél tovább, annál tovább tart, és annál durvábban. Tehát ha mondjuk lefekszel, és úgy maradsz, akkor elmúlik, nem tudom, 4 másodpercen belül, és nem is lesz olyan dőlöngélős, teljesen hótrészeges. Viszont ugye, hogyha ott maradsz, akkor lehet, hogy éppen valakire lőttél, vagy ilyesmi, szóval ez sokkal veszélyesebb dolog lesz, ahogy gondolják sokan. És én úgy érzem, hogy én jó leszek ezzel a drónnal, nem tudom miért. Én sokszor voltam, hogy például Capitao-val fos vagyok, Caveira-val fos vagyok, Blackbeard-del is úgy, ahogy mármint ahhoz képest, hogy milyen OP. És Echo az első olyan DLC operátor, akire azt érzem, hogy ezzel kurva jó leszek, nem tudom. Lehet, hogy csütörtökön a live-ban, ami egyébként lesz
lesz, így nem is mondom, ha még nem tudnátok, már párszor említettem. Lehet kiderül, hogy fos vagyok vele, de valamiért úgy érzem, hogy nekem ez jobban is bejön, mint a támadó. És szóval ez van, hogy vagy futsz, és akkor talán nem lőnek le, viszont akkor tovább tart és durvább, vagy pedig ott maradsz, és lehet, hogy lelőnnek, mert kommunikálni kell, kommunikál a védekező csapat, szóval ez a te döntésed. Aztán még annyit ehhez a gadgethez, hogy IQ az egyértelmű ellensúlyozása, és talán az egyetlen is, és remélem, hogy IQ így még többször, IQ-t még többször fogják választani, mert szerintem nagyon-nagyon kevésszer választják ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy a Valkyrie kamerára is ő jó, meg buffolták is csak úgy magában is, szóval IQ még mindig elég gyengécske, mármint pikrét szempontjából, mert egyébként a fegyverei elég jók, bár nem értem, hogy az augot miért kellett nerfölni, mert kb. 60 rate of fire-rel csökkentették a múltkor, úgyhogy én az aug miatt voltam vele kb. És most már nem. Szóval nem értem. Nézzük Hibana gadgetjét, aki ugye támadó, egy armor és 3 speedje lesz. Ezt csak azért mondom, mert a gadgetbe is beleszámít. Tehát például Echo-nál jó, hogy nem egy roamer, mert ő úgyis bent marad a site-on a nagy armorja miatt, és tud drónozgatni. Szóval Hibanának egy olyan gadgetje van, ami egyszerre, ha jól tudom, 6 ilyen kis furcsa, valami égető kört lő ki, ami nem indul el azonnal, amikor kilövöd, hanem meg kell nyomni egy indítást is. Kicsit olyan, mint hogyha lenne egy termites charge-od, amit kilősz, vagy tehát a feltevés helyett kilövés van, és távolra elindítod. Szóval, de ehhez még oda menni sem kell, tehát ezt távolra tudod intézni. Egyébként egy négyzetes lézer van a elég overwatchos fegyverén, ha megfigyelitek. Ilyen négyzet lézer, ami a falra rámegy, és tudni fogod, hogy hol lesz ez a 6 korong elhelyezve, és hogyha egyet lősz ilyenből, akkor csak egy csík lesz, és azon átlátsz, és tudsz lőni rajta keresztül, és mondjuk, hogyha szemmagasságban van, akkor Blackbeard nagyon OP tud lenni vele. Hogyha kettőt lősz, hogyha alacsonyra lősz kettőt, akkor átmehetsz alatta guggolva, hogyha feljebb, akkor átvoltozhatsz rajta. Nyilván az átguggolva átmenés alatta jobb, mert közben az aimod az nem változik, és sokkal ügyesebben lehet célozni. Aztán a hármas pedig az, hogyha egymás fölé lövöd a hármat, akkor pedig át tudsz alatta futni, sétálni, egyebek, értitek? Tehát az olyan, mint egy termit charge. És ami különös, hogy tudsz olyat, hogy kilősz erre a falra egyet, aztán kilősz arra a reinforcolt hatchre egyet, a hatch tudjátok, ez a négyzetes trapdoor, vagy fölötted, vagy alattad. Kilősz arra egyet, meg mondjuk egy másik reinforcolt falra is, az utolsó, harmadik ilyen korong csoportot, és egyszerre elindíthatod. De csinálhatsz olyat is, hogy külön-külön indultod el, szóval nagyon-nagyon jó dolog szerintem. Aztán, szóval ezzel lehet variálgatni, hogy mikor indítod el, és hogy egyszerre hányat. És kérdeztétek, hogy vajon ez a sima falra, ami nincs bereinforszolva, jó lesz-e? Nem láttam se gameplay megerősítést se, nem mondták, nem írták, de én biztos vagyok benne, hogy jó lesz, hiszen gondoljatok bele, termit charge-át is lehet használni sima barikádon is, szóval értitek. Rá az egyértelmű ellensúlyozás, Mute és Bandit. Hasonlóképpen történik, mint Termit Charge-ával, tehát Mute azt csinálja, hogy csak nem engedi, hogy elindíts, tehát kilövöd a falra, de elindítani már nem tudod, ami csak azért gáz, mert ezeket a kis izéket visszaszedni nem lehet úgy, mint a Termit dolgát, szóval az akkor odaveszett addig, legalábbis, amíg a Mute ott van.
De nem rombolja szét, szóval, hogyha a Mute-ot kilövi egy Twitch drone, vagy egy Thatcher-rel intézi, akkor utána még el tudod indítani. Viszont van a másik, az Bandit, hogy kilövöd, és hogyha olyan falra lövöd, ami banditezett, akkor egyből kacsa, vége a hibanás gadgetnek. Hogyha viszont úgy csinálod, hogy már ég a hibanás dolog, a korong, és Bendit még csak akkor teszi le, ahogy egyébként a termit trükk van, tudjátok, akkor az már fel fog robbanni, és kész. Szóval ezek a ellensúlyozások vannak hiban a gadgetjére. Még annyi, hogy termithez képest, tehát az összehasonlítás termit, tehát inkább arra való, hogy átjárható lyukakat képezzen és csináljon a falon, és neki oda kell mennie, oda, és neki egy kicsit máshogy kell Bandittel ellene trükközni, tehát pont az ellentétje, mint Hibanának. Hibana pedig inkább arra való, hogy murder hole-okat csináljunk, de lehet nyilván olyat is csinálni, hogy átmész rajta, csak ahhoz fel kell használnod majdnem az összeset, szóval nagyon jól kell vele takarékoskodni, ugyanúgy, ahogy például Ashe-nek is csak kettő breaching roundja van, és jól be kell osztanod, hogy ne fogy ki belőle, hogyha máskor meg muszáj lesz. Ja, és amit meg szeretnék tanácsolni, hogy barikádokra, meg ilyen sima falakra ne lőjétek ki, csak akkor, hogyha nagyon muszáj, vagy nem tudtok mit kezdeni magatoktól, és úgyis mindegy, és értek. Ennyi lett volna ez a videó. Még annyit, hogy a Season Pass december 1-ig vásárolható meg, szóval, hogyha fel akarod oldani mind a 8 operátort egyszerre, akkor addig megteheted, utána egy új Season Pass kezdődik, amiben lesznek új operátorok, új pályák, az új operátorok egyébként nem tudjuk még, hogy ezeknek az eddigi csapatoknak lesznek a másik kettő tagjai, mert arról is voltak pletykák, vagy pedig teljesen új CTU-k érkeznek, például spanyol, vagy skót, vagy értitek? És hát még annyi, hogy ugye a Red Crow-ból lesz csütörtökön egy live, remélem, hogy sokan nézni fogjátok, emellett pedig még abból voltak kérdések, hogy a season passzosok mikor játszhatnak, kivel, hogyan, hány méter, elmondom, de szerintem utoljára, egyébként meg utána lehet nézni, de akkor elmondom. Szóval minden játékos játszhat csütörtökön frissítés után a japán pályán, a season passzosok pedig ingyen megkapják csütörtökön a japán operátorokat, hozzá két elit ilyen ruhát, meg gondolom skint vagy headgear-t, aztán egy hétre rá, 24-én pedig mindenki számára elérhetővé válnak az operátorok, viszont aki nem season passos, annak meg kell vennie vagy olyan szürke R6 kreditért, vagy pedig renovéért. 25 000 renovébe kerül egyébként egy operátor, ha jól tudom. Bár rég volt utoljára, amikor a Novér vettem operátort. Sőt, sosem, mert szürkéért vettem, amikor még nem voltam season passos. Na, hát ennyi lett volna, kicsit hosszúra sikerült, rövidebbre terveztem, de sajnos a gondolataim így a Watch Dogs Live után vettem fel, és tanulnom is kell, ennem is kell, pankrációt is akarok nézni, és még aludnom is kéne. Sőt, még ezt a videót sem raktam össze. Úgyhogy egy kicsit szét voltak a gondolataim. Ennek ellenére remélem, hogy tetszett, ha így van, nyomjatok egy lájkot, írjátok le a véleményeteket, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le sem a Rainbow Live-ról, sem például a Watch Dogs 2 végigjátszásról. A legközelebbi videóik pedig Gaming is Fun, és sziasztok!